Vállalkozó vagyok, egy kertészeti céget vezetek. Egy meghiúsult legénybúcsú helyett ellátogattam egy szemináriumra, és nem csalódtam. Új élményekkel gazdagodtam, és ennek most már lassan több mint 3 éve. Azóta az életem tulajdonképpen 80%-ban megváltozott. Az üzleti életben sikerült megtalálnom azt a formáját a vállalkozásnak, amiben boldog vagyok, jól érzem magam, sikeres, és bőven van fejlődési lehetőségem is benne. A magánéletben is szintén 180 fokot fordult az életem. Nem, ebben nem menjünk bele. Teljesen más életstílusban élek, és az eddigi problémáim eltűntek. Amikor a személyiségfejlődéssel elkezdtem foglalkozni, nem gondoltam volna, hogy ilyen hatékonyan, ilyen mélységekig bele tudok ebben látni. Ha hasznos dolgot kéne említenem, ami által több lettem, nem tudnék egyet kiemelni, mert minden területén az életemnek történt valami olyan dolog, valami olyan felismerés, ami ennek a módszernek köszönhető. Alapvetően úgy gondolom, hogy a szeminárium az ugye az ember kedvét följebb tolja. És visszajön a hétköznapokba, bár ugyanazt csinálja, de egy teljesen más, egy emelkedett hangulatba, és ez hosszú távon kitart. Illetve, hogy minden egyes hónapban elérkezik az 5 nap, ami mindig lendít egyet az ember kedvén. Én akkor kezdtem Sándorhoz járni, mikor még 3 napos szemináriumokat tartott Budapesten, és ő úgy járt haza Los Angelesből. Viszont amióta ezek az 5 napos szemináriumok vannak, és egybefüggően az ember 5 napot ebben a hangulatban tud tölteni, így teljesen más eredményeket kap. Egy évben azért 50 nap soknak tűnik, viszont életszerű, hogy az ember kimarad egy-egy alkalommal, de a csapat segítségével könnyű a felzárkózás. Amikor az ember a szemináriumra tart, akkor már ahogy abban a környezetben, hogy a zöldbe érkezik, megváltozik a hangulata, és ahogy fölér a terembe, beír a többiek közé, egy teljesen más élet veszi kezdetét. Napközben előadások vannak, gyakorlások, és esténként van talán a legizgalmasabb rész, amikor mátrix gyakorlatokat végzünk. A mátrix gyakorlat során kijönnek azok a hibák, amit az ember az életében is elkövet. A nagyszerű dolog, hogy ezen ott tudunk a helyszínen javítani. Ez nem mindig esik jól az embernek, viszont egy olyan megoldást, egy olyan segítséget nyújt a későbbiekre, ami a mindennapos életben is hasznos. Itt bárki bármit kérdezhet, nincsenek tabuk. A mesterkurzust ajánlom mindenkinek, aki fejlődni szeretne. Úgy gondolom, hogy a felvetett problémájára biztos, hogy talál itt megoldást. A szemináriumok nekem sokat segítettek, szerintem érdemes kipróbálni.